Jó estét kívánok, ez itt a heti Libazsír, az önök kedvenc mapecsója, legalábbis azt reméljük, hogy a kedvenc mapecsója, ami Szegvári Katalint és engem illet, és akit vendégül lát a két mapet figura, az Petrovics Eszter. Azt hiszem, hogyha vannak rendszeres nézőink, és miért ne hihetnénk abban, hogy vannak, Galambos Erzsi itt létekor megállapodtunk abban, hogy Petrovics Esztert is meghívjuk, mert hiszen ő Galambos Erzsi és Petrovics Emil lánya, és engem személyes kapcsolat is fűz hozzá, mert hogy a Színművészeti Egyetemen akkor még főiskolának hívták. Akkor még főiskolának hívták, az én osztályomban járt, és azért én nagyon büszke vagyok rád. Köszönöm szépen. A bemutatáshoz tehetek egy kiegészítést? Sokat is. Mert amikor az Erzsit bemutattuk, akkor azt mondtuk, hogy Kossuth Díjas. Ha a papájáról beszélünk, aki már sajnos nem él, akkor azt mondjuk, hogy Kossuth Díjas, és az Eszter pedig Erkel Díjas. És az ő szakmájában ez a legmagasabb kitüntetés. Ugye, hogy Erkel Díjat? Igen, tavaly megkaptam az Erkel Díjat, ami hát nagyon megtisztelő, hiszen ez egy zenei díj, és azért nagyon-nagyon jó, hogy egy televíziós szakma is így módon azért értékelve van, és fontos, hogy a televízión belül azért a komoly zenének van helye, és ezt észreveszi más is. Igazából téged csak a komoly zene érdekel? Mert amikor iskolába jártál, akkor ez még nem volt ennyire, vagy én nem vettem észre, amikor a színművészetire jártál, hogy kifejezetten csak az érdekelne. Nem csak. Nem csak a művészet érdekel. Tehát természetesen jó, a politikai zene, újságírót nem akartam volna, vagy ha akartam volna, és hiába akartam volna. Faragni politikai újságírót. Úgyhogy igen, a művészet, tehát minden, ami ezzel kapcsolatos, és hát én televíziós azért, hát, hogy úgy mondjam, minden műfajba ki kellett, hogy magunkat próbáljuk. Hát és elvégezted a Zeneakadémián is. Hát nem, az ELTE tanárképzőjét végeztem, mint ének tanár, tehát úgy utána jött a Katiféle együttlét, meg egy színházelméleti posztgraduális képzésben is részt vettem. És dirigáltál kórusokat? Hát a főiskolán igen. Igen? Igen, igen, igen. Csak hogy visszatérjek, tehát hogy mindenféle művészeti ágban azért jó működni, és hát a televíziós műfajokon belül, tehát az 5 perces hírtől kezdve ugye a portrékig bezárólag, és a dokumentum anyagig bezárólag mindenfélét neked kellett csinálni. Neked nagyon hosszú a Duna TV volt az otthonod, ugye? Igen, igen, hát főiskola után rögtön ugye oda és kerültem. Elég gyors karriered volt ott. Vagy te nem így érezted? Nagyon jó közegbe kerültem be, és nagyon építő közegbe, és szeretetteli közegbe. Bár amikor a belépőnél azért nem volt kellemes, hogy most ennek annak a gyereke, és akkor ugye a kollégák néztek, hogy na, itt van egy híresebb csemete. Fölvetted volna a Kovács nevet, hogyha ezt akartad volna. De aztán úgy megbarátkoztunk egymással a kollégákkal, és hát volt nagyon szép, hát egy jó 10 év. Apja lánya, vagy anyja lánya? Bizonyos szempont, hogy melyik az erősebb vonal, akkor azt mondja az apja lánya. Apja lánya. Igen. Igen, de nagyon sok mindent hozott az Erzsitől is, de inkább azt mondanám, hogy a természete az jobban Emilre hasonlít. Igen, itt volt anyád. Tévedek? Egy pillanat alatt így fölgyulladt a stúdió. Soha nem fogom elfelejteni, én nyaraltam édesanyáddal, te azt hiszem, akkor már nagyobb bacskalány voltál, és már nem nyaraltál vele. És egy esti teraszozásnál, amikor ott akkor még mi halálra dohányoztuk magunkat, és a fiúkkal is körbe voltunk véve, és akkor anyád elkezdte elmondani, hogy festi ki a száját egy művésznő, és egy pillanat alatt semmi sem volt természetesen, se rúz, se tükör, se semmi, és az összes pasi anyádat nézte, totál le voltunk nyűgözve, szóval ott rögtönzött valami olyan sót, amiből hát oké, egy színésznő, egy nagy színésznő, hát már mit kell ezen olyan nagyon meglepődni, de az atmoszféra teremtő készsége, meg improvizációs készsége, meg humora, meg nem tudom, micsodája, ami azért nem minden színésznőnek van. Igen, meg. De ugyanakkor a Petrovics Emil, én rajongtak a filmrendezők, például a főiskolán, ő tanította a filmrendezőket, és emlékszem, hogy a Fehér Györgytől kezdve az összes nagynevű rendező visszajárt az Emilhez. Azt is tudom, hogy ő hát hogy viselkedett, amikor zsűritag volt a Ki mit tudban, tehát ők
ilyen kamara közegben az Eszter ugyanolyan szórakoztató, és jó, most akkor... Igen, nem hiszem, szerintem még sokkal szórakoztatóbbak voltak. Az, amit te tudsz, azt kevesen tudják ma. Ezt most ne szerénykedj. Szóval operát közvetíteni ma nem tudnak sokan. Maradjunk annyiban. Ez egy másik skill. Azt nem mondta, hogy nem tud operát közvetíteni. Nem. Csak azt mondta, hogy az a terasz... Többen vannak. Az a terasz volumen, ami anyukában megvan, az az Eszterbe kevésbé van. Nem, hogy nehogy azt mondja, hogy de más is tud, nem tudják. Szerintem ketten vagy hárman tudják ebben az országban. Meséld el, hogy közvetítesz egy operát. De, mert én úgy tudom, hogy meg is tanulod az összes szerepet benne. Hát ez túlzás azért. Hát természetesen hát megvan ennek az otthoni felkészülés része, ami hát az a munkás és melós része. Aztán amikor már az ember a helyszínen van, akkor már az az élvezeti rész, hát természetesen úgy, hogy hát a zenét azért meg kell ismerni, tehát nem árt, hogy tudod, hogy mégis mi történik, meg miről szól a darab. És hát általában azért kapunk felvételt, házi felvételt az operaháztól, tehát ahol ugye hát pontosan látni, hogy mi történik a színpadon, tehát kell egy kvázi rendező példányt csinálni, amiben ugye mozgások benne vannak. Sose azt látod először, amit közvetítesz, mi az igra hát már persze, 3-4-szer nekifutottál korábban. Igen. És hát a kottába beírjuk, és hát azért nagyon fontos egy jó asszisztens, mert ugye hát végig kell diktálni, hogy mi történik, mert ugye én nem tudom egyszerre 8 monitort nézni, vágni, és közben a kottát hány nézni. Hány kamera kell egy operához? Hát attól függ, hogy mekkora apparátusú egy színpadi közeg, mert hát hogyha egy traviátához... Az... nem kell annyi magyarul, mint... Igen, meg az egy kamara jellegűbb dolog, tehát 5 és 10 között mondjuk. Uh-huh. És amikor nem operát közvetítesz, és azt hiába kapod meg a felvételt, hanem egy nagy zenekari művet, akkor mit csinálsz? Az is teljesen más jellegű, az sokkal kötöttebb. Ugye egy színpadi műfajnál ugye nem snitteljük fel kottában előre, tehát ott ugye nézem, hogy mi történik, és hogy mondjam, szabadjára, szabadabban lehet közvetíteni, meg ugye én is vágom akkor ott a helyszínen. Olyan tehát, is hogy... vagy, te vagy a vágó? Hát mindig én vágom, most már az utóbbi években. Hát a rendező mert... maga vág, nem? Vagy hát nem, mert képvágók szoktak. Hát képvágók ja. szoktak, de annyira ugye zene színpadi esemény, szóval, hogy jobban bennem van, hogy mit kell láttatni. A koncertfelvétel az meg teljesen matek, tehát ott előre kőkeményen megvan. Tudod, a kottába lefektetve, tehát be kell írni, hogy igen. És hát most a vonósok, kell a, most igen. a kürt. És ez kameraszámra leosztva, beírva a diktálás, tehát az, hogy ugye az adott kamera ott legyen az adott pillanatban, amit mutatni kell. De hogy ez a lényege, hogy nem szabad elszalasztani a szólamat, hát, amikor igen. éppen... Hát ki kell találni, hogy mit akarok megmutatni. De figyelj, az nem fér bele, csak kérdezem, és lehet, hogy iszonyú nagy ostobaság, de hogy én koncertnézőként, eleve én koncertet szoktam nézni inkább, és nem operát, annyira jól esik elkalandozni, és azt nézni, ami ott éppen történik, vagy arra rárévedni, ami éppen érdekesnek mutatkozik, hogy a közvetítésnél neked nincs ennyi szabadságot, hogy mindig muszáj követni azt, hogy a zenemű logikája mit diktál? Nem a zenemű logikája, pont azt követem, amit te mondasz. Tehát pont azt kell szolgálni, hogy amit hall egy néző, vagy egy hallgató, azt mutassam meg. Persze... De nekem az is nagyon tetszik, amikor éppen szólamon kívül van valaki, és kinyújtja a végtagját egy pillanatra, és ott közben a zenében történik valami, csak annak ő nem az aktív részvevője. Hát igen, ez az alára idegesítette. Tehát ez én is a Katival értek egyet, mert kizökkent. Tehát éppen ott nincs dolga, akkor hirtelen civil lesz egy zenész, elkezd vakarózni, nyalogatja az obol a sípját. Szóval, hogy... És ez nagyon érdekes. Hát én megőrülnek egy tévé közvetítésben. Tehát, hogy azért ezt elkerüljük ezeket. Jó, nem látta, hogy mit kell bevágni. Én megőrülnék. Jó, de a néző 99%-a nem szokott a televízióban műsort készíteni, mint te. Tehát nem csak műsort, nem szokott, ilyen koncertet sem szokott nézni, szóval aki már megnézi, az valamilyen szinten ért hozzá és igényes. Tehát nem hinném, hogy egy operát vagy egy koncertet, azt akárki csak úgy véletlenül megnéz. És az meg már nagyon igényes, nem? Hát muszáj nagyon lefektetni, mert akkor elúszás van, tehát azt nem lehet, és pláne ennél, tehát például mondjuk
elkavarodunk, mert van ilyen természeti csapatmunka, tehát óhatatlan, hogy hibázunk. Én is rosszat vágok be, nem ér oda időben, mást kell bevágni, tehát egy borzasztó idegfeszültség azért egy ilyen, tehát nagyon fárasztó, hogy mindenre figyelni kell. És hogyha elkavarodunk, ugye nem csak a kottába, de mondjuk felborul. Tudom, hogy lehet javítani, tehát már túl vagyok azzal, hogy most hisztériázok. Hát igen. Tehát azért az ritka, hogy élőbe megy. Magyarán, hogy nagyon nehéz visszakavarogni utána, vagy a rendes kerékvágásba. Úgyhogy ezért tartjuk nagyon, ami ki van találva. És még így is ugye hát belecsúszik egy csomó hiba, és így is javítani kell, mert nincs tökéletes megoldás. És aztán van, hogy ezt úgy többször el szoktam mondani, hogy az ember ugye elúszik hirtelen, és akkor ugye megyek a fülem után, és valamit vágni kell. És van, hogy... És behozod szépen. És nem is csak az, hanem hogy van, hogy jobban sikerül, mert el tudom engedni azt a kötelező lefektetett kötelező dolgokat, de ezért mondom, hogy egy színháznál, akár zenész színház, akár prózai színház, azért jóval szabadabban lehet, mert ott színészek vannak, énekesek vannak, reakciók vannak, esemény van, színpadi esemény van. Tehát azt szereted jobban? Igen. Jó van, na, tehát végre megtudtam. Láttam egy nagyon helyes képet, amin a Domingóval vagy. Majd szóljuk, hogy apád ne hallgasson most ide. Nem, hát ez... Domingóval vagy, mert dolgoztál vele. Igen. Milyen volt? Hát... Mert a képen úgy látszott, hogy nagy a harmónia köztetek. Hát sajnos nem lehetett vele ilyen nagyon közeli munkakapcsolatba kerülni, mert hát körül zsongják a, nem tudom, hát a hozzátartozó menedzsment. De hát egy tündér, szóval varázslatos, és nagyon örülök, hogy a pályám során itt többször volt, még meg is könnyezem, szóval, hogy vannak ilyenek. Na hát az mennyire jó, hogy ennyire sokat jelent neked, ez szuper. Itt volt egy kis vita az elején köztünk, nem kell elájulni, nem nagy vita, hogy én azt mondtam, ne írjuk ki, hogy televíziós rendező, írjuk ki, hogy rendező. Sőt, én még azt is megengedem, hogy filmrendező, hiszen te nem csak közvetítéseket csinálsz, hanem nagyon sok filmet csináltál, tehát effektív dokumentumfilmet. Én láttam mi volt az első? Talán azt láttam, a Soltiról csináltál? Hát Soltiról is. A Soltit láttam, az fantasztikusan érdekes volt, szóval azt mondom a nézőknek... Meg is írni fogsz, édes? Nem, csak törlöm a könnyeimet. Azt mondanám, Domingo hogy nem féle. Ilyen szokványos portréfilm volt, hanem egészen különleges módszerrel göngyölítette föl az egész életutat. A szeretette is, gondolom. Hát persze, nagyon. És hát itt azért meg kell említenem Sipos Szilvia kolléganőmet, aki hát hihetetlen energiával kihajtotta, hogy a Magyar Televízió a közszolgálatiság keretein belül el tudtunk menni Chicagóba, el tudtunk menni Londonba, el tudtunk menni Párizsba, tehát le lehetett forgatni, tehát ez nagyszerű volt, tehát ilyen azért ritkán adódik az ember életében. De ha azért... hozzáteszem, hogy mi más lenne a közszolgálat feladata. Igen. Pont ez? De azért ez mind televízióra készült, tehát nagyon megtisztelő, hogy engem filmesként apostrofálsz, de készül, az érted? Igaza van tulajdonképpen. Igen. A Katidak. Mindig, és... nem vetted észre? De mindig, és most különösen, de azért azt biztos, hogy az a kötelező ilyen kis visszavonultság, vagy nem tudom, ilyen kötelező szerénység, hogy a filmrendezésről mi azt képzeljük, hogy az valami rettenetesen nagy művészeti tevékenység, amit mi csinálunk, az egy reprodukáló dolog, hogy célra tartott és nem művészet. Igen. Miközben pedig, hogyha te megcsinálsz egy könyvet, megcsinálsz egy filmet Soltiról, vagy Kodályról, vagy... Most csinálja. Akkor az egy önálló alkotás. Tehát akkor mégis visszavonom, lehet, hogy megint igaza van tényleg, mert hogy azok önálló alkotások, és... Hát ez így van, igen. És igen. Még akkor is ugye a dokumentumfilmet is tartjuk valamire, hogyha az egyébként egy valóság alapú és nem fikciós termék, igen, akkor igen, is komolyan igen. Lehet venni. Hát most ez a Kodály film. Na, no, meséljünk kicsit. Azért én mikor hallottam először, akkor azt hiszem, még kérdeztem is tőled, hogy hát... Azért nagyon nehéz valakiről filmet csinálni,
akiről alig van mozgókép. Tehát nyilván van egy pár híradó anyag, ahol látszik Kodály Zoltán. Kis úttörőket izélgeti, igen, azt látszik. Más nem nagyon ról, van még. Hát mert egy mai híról 10 év múlva könnyű, igen, lesz, de mit tudtál össze? Feleségben nem van? Hát itt most megelőzöm a választ, vagy hogy mondjam, tehát azért nem válaszolok rögvest, mert hogy itt a gyerekkor dolgozzuk föl, tehát így módon most a jelenlegi özvegy nem szerepel még benne. És hát itt valóban ez egy, talán mondhatom azt, hogy azért ezen a pályán, vagy a pályámon életemben az egyik legnagyobb feladat. De tényleg honnan szereztél? Lett. Úgyhogy Muhi András producer, akinek a neve sok minden más mellett onnan is ismerhető, hogy ennyi Ildikó csodálatos filmjének a testről és lélekről nek a producere. És még Dunás időből ismertük egymást, és felhívott telefonon, hogy kéne valamit csinálni Kodály ügyben, mert ugye az évforduló már tavaly ugye lezajlott. És gondolt egyet, felhívott, beszéltünk, és hát az a szerencsés csillagzat végül is összeállt, hogy a Magyar Művészeti Akadémia felvállalta ezt, és bízott bennem, hogy lehet egy ilyen filmet csinálni jóval nagyobb költségvetéssel, mint a korábbi ugye portrékat, amiket én csináltam, nekik zenész portrékat. Akkor ez tulajdonképpen már fikciós film, nem? Tehát egy csomó, ha a gyerekkorával foglalkoztok, akkor igen, ezt úgy képzelem, és akkor lehet egy... Anyag honnan volt ez össze? Egy gondolatköré, vagyis egy esemény köré építettem föl. Tehát röviden annyi, hogy 1910-ben volt Kodálynak az első szerzői estje a Royal Szálló dísztermében, a mai Korintia szálló most is az. És ez a kiindulási alap, hogy erre fiatalok készülnek egy ilyen koncertre, tehát rekonstruáljuk a koncertet, de nem úgy, hogy akkor, hanem most a mai életünkben fiatal zeneakadémistákkal. Hagyd nevezzem meg, mert két kiváló és csodálatos muzsikus, az egyik Ránki Fülöp, aki most végzett zongoraművész szakon. Ez egyébként Ránki Dezső fia. Ránki Dezső fia, kiváló, eszű és érzékű és nagy tehetségű fiatalember, és az ő társa pedig Devics Gergő, aki pedig nemrég kezdte a zeneakadémiát, ő egészen fiatal, 19 éves, a Devics család egyik ifjú tagja, és ő is nagyon kiváló fiatalember, és tulajdonképpen ők azok, akik bejárják azt az utat. Galántára elmentünk, Nagyszombatra elmentünk, ugye szlovákiai részek, Szoborvidékre, ahol az első gyújtóutak voltak, tehát így építettem. Ezeket rekonstruáljátok is? Nem rekonstruáljuk, ők. Kicsit egy ilyen road movie, tehát elmegyünk velük. Tehát Kodály nyomába járunk. Kodály nyomába járunk, aztán utána visszakerülünk ugye Budapestre, mert az egyetemi éveit itt töltötte, és hát ugye fiatal emberként, fiatal tanárként, ugye 10-ig megyünk el, és közben ezek a fiúk készülnek erre a koncertre, mert hát kellett nekem úgy egy csellista és egy zongorista, úgyhogy ők ezt beteljesítik ezt a szerepkört, és meg is rendeztük ezt a koncertet, tehát az nem, a film végén, hogy... filmrendezés, akkor itt felfalom ezt a pultot, hát erről jó, beszélünk. Igen. És akkor mi a vége? Hogy ez a koncert realizálódik, és megszerveződik, és eljátsszák azokat a műveket, amelyek ezen a koncerten 1910-ben nagy port vertek. Engem már meghívott a bemutatóra, úgyhogy... Oké, majd biztos én is befélek oda valahogy. És akkor végre rendezhetsz egy koncertet is, még a filmen belül. Igen, egy kicsit igen. Mikor lesz most már? Ez annyira kész van? Most már az utolsó fázisokban vagyunk, és április 11-én költészet van. Hát ez bemutatása. Elektronikára szuper. Forgattatok, vagy... Elektronikára, igen. De hát nagyon jó kamerákkal, és hát... Akár egy moziban András, is élvezhető? Ugye tulajdonképpen igen, tehát ez is egy szándék volt, hogy hanetán nagy közönség elé kerül, lehessen egy moziforgalmazás is. De hát a producer azt mondta, hogy sajnos azért ilyen témára nem fognak özölleni, tehát azért az első sorban arra készül, hogy televíziós vetítésbe kerüljen, de akár úgy, hogy oktatóanyagnak azért, mit tudom én, DVD mellékletnek, az MMA azért ebben is gondolkodik. Ezt szerintem van munkád elég? Van. Sok igen? Van. Igen. Hát az nagyon jó hír. Vagyis igen, tehát pont annyi, amennyi jó lesz. Volt, amikor Port, nagyon sok volt, akkor Port, sok. Én szerintem több munkája van, mint mikor elküldték őt a tévéből. Ő meg volt rémülve, hogy nem lesz munkája,
ehhez képest annyit dolgozik, hogy szerintem tévés korodban nem dolgoztál ennyit. De azért dolgoztam, tévés koromban sokkal többet ennél, de... Jó, ez egy portrédumálás, amit mi itt összehozunk. Azért az engem érdekelt volna, hogy amit te szeretsz csinálni, meg amire kiképezted saját magad, erre aztán nem a Színművészeti Egyetem vagy főiskola képzett ki, hanem erre a családi indítatás, meg az, amit tettél saját magadért, attól lettél ebben a műfajban járatos, tehát hogy mindenféle zenés műalkotásnak vagy te a rendezője, hogy ez tipikusan olyan, amit a közszolgálati televíziózásban kell csinálni, és az megszakadt a te életedben, ki tudja miért. Nem tudom miért, csak mert úgy alakult az élet, hogy sokunkat elküldték, de azért visszadolgozom, tehát ha van zenei felvételek, azért nincs elvágva minden szál. Hát azért, mert van ilyen nem szakember, aki ezt meg tudja csinálni. De még visszatérve, amit Kati mondott, hogy most sokat vagy keveset dolgozom, ez most tulajdonképpen mindegy, annyiban jobb, hogy tényleg azt csinálom, amit szeretek. Mert azért ugye a Duna TV-s lét után, amikor ez az MTV-s összevonódás volt 2011-től, hát azért ez nem volt túl épületes mert dolog az élet. Hát muszáj volt. Tehát az ember bekerült egy ilyen nagy rendszerbe, már mindegy volt, hogy Dunás vagy MTV-s vagy ki vagy. Vannak stúdióműsorok, be vagy osztva, adásrendezésre két is ember minden. Tehát, hogy mindenfélet kellett csinálni, hogy nem bánok, mert legalább az ember kipróbálja magát, csak hát inkább én megyek az operába, és más menjen stúdiót felvenni. Tehát, hogy itt meg az volt a cél, hogy mindenki mindent csináljon. És amikor kicsi voltál, nem hinném, hogy magadtól jelentkeztél, te szolfést akarsz tanulni, meg zenét akarsz tanulni. Volt, hogy lázadoztál? Abba is hagytam. Abba is hagytam, igen. Amit bánok, hogy nem lehettek végig. Milyen hangszert akartak? Zongorázni tanultam. És akkor volt a lázadó korszak, nem tudom, 11-12 éves koromban, hogy na, akkor itt a vége. Emil, mit szólt hozzá apukám? Nem tudott szegény mit szólni, tehát egy darabig gondolom. Ilyen kemény kislány voltál? Hát azt nagyon-nagyon elszánt voltam, hogy nem akarom folytatni. Mondtam, hogy a papájára hasonlít. De azért visszatérve arra, és most itt hagyd dicsérjélek szembe, tehát, hogy lehet volna a főiskola ilyen, meg olyan, meg nem tanítottak meg minket a szakmára annyira, de azért igen. Tehát, hogy például nekem ez most azért így szenvedicsérem, hogy ez nekem nagyon-nagyon öröm volt, hogy Kati volt az osztályfőnököm. Tehát nagyon sok nagyon minden. Empatikus, helyes nő volt. És annyira kedves volt, és mindenképpen képernyőre akart engem rimánkodni. Igen, mert már akkor is elég jól néztél ki. Tudtál magyarul beszélni, és egy csomó minden miatt azt gondoltam, hogy téged az Isten. De aztán olyan jó, hogy aztán olyan valahogy... jó, hogy aztán háttérbe maradhattál, de jó. És hogy ezért nem kaptam ki tőle. Egyébként... De azt elismerem egyébként, hogy ez egy valóságos foglalkozás, tehát te egy igazi szakmát tudsz jól űzni, amire mi ott megpróbáltunk benneteket kiképezni, az egy sokkal... hogy úgy mondjam, ripítlógy dolog, tehát, hogy ülsz és beszélgetsz össze-vissza, az nagyon élvezetes, amit mi csinálunk a Katival, de az képest úgy közvetíteni kultúrát, amit te tudsz, azt meg mi nem tudunk. Tehát, hogy ez egy... Jó, de hát azért megtanítottál minket, azért, tehát azért írni kellett. Számtalan minden... dolgot megtanítottam, ne feszeges, bármi igen, legyen de is csak azt akarom ebben kapcsolatban mondani, hogy lehet, hogy így érzed, meg hogy ez olyan izé-bizé, de hát mégis ez egy olyan nagy csomag, amit viszek magammal, és attól tudom úgy csinálni a mostani dolgaimat, hogy te benne vagy, mindazok, igen, akik és egyébként, hogy az ember élete során kérdezted, hogy apukájára vagy anyukájára, szóval egy dolgot bizton állíthatok, amit a Garambos Erzsi vonalat jelenti, hogy ugyanolyan igényes, mint az anyukája, szóval egyszerűen nem hagyja, és addig csinálja, és utána megy. És mind a maga módján ugye az Erzsi egy ruhát képes 4 napig próbálni a színházba, de rajta úgy áll, ahogy senkin. Az Eszter, ez néha gondot is okoz az ő túligényessége, mert van, aki úgy gondolja, hogy hát minek ilyen igényesnek lenni, hol a pénztárgép, gyerünk, csilingeljen, azt menjünk haza. Ő meg szívósan megy utána, és... akkor inkább ne írják ki a nevemet, de megcsinálom, nem kérek pénzt, de plusz munkát csinálok.
ez meg a Galambos Erzsi vonal nekem. Hát nem is tudom, mind az apu is, szóval hát... Mi úgy féltünk a kedves papától a színművészeti iskolán, mint a tűzt. Hát persze, mert ő egy ilyen nagyon komoly minőséget képviselt ott, és ezt akartam egyébként kérdezni, hogy te nem lettél ilyen idegesítően aprólékos, tehát hogy nagyon de jól biztos, tudod, hogy agyára megyek föl. Egy vágónak, igen. Szóval ezt hogy, tudom. Hogy te aztán azt is tudod, hogy mitől jó a jó zene, meg azt is tudod, hogy mi a gagyi, hogy mikor markírozzák csak azt, hogy rendesen csinálják el, és akkor meg tudod állni, hogy ne tolt le őket, nem szólsz bele? Miközben tudod, hogy amit csinál, az egy hajítófát se ér. Tehát nem az én. Nekem hát az a dolgom, hogy jól közvetítsen. Na de hát a Zsófi lányod hogy tűri ezt a te természetedet? Ja tényleg, bocsánat, itt a vége felé még hozzuk szóba, hogy van neked egy rendes lányod hát is. Hát szegény most szerintem, hát kapja a kiképzést. Nagyon édes kislány, nagyon de szorgalmas, nagyon, is. Szóval ezt látom, hogy úgy... A genetika nagyon. Igen, az osztályfőnök csak kis pitbullnak hívja, úgyhogy így módon. Miért? Hát mert szorgalmas, erőből és csinálja. És nagyon jól tanul. Akkor legalább és ezzel lázadt már? Nem olyan. Mikor kapod vissza? Én sem voltam azért. Én jó gyerek voltam. Nem hát voltam lázad, csak a zongorát akartam abba hagyni. És a Zsófi még nem akar? És ő is most abba akarja hagyni, úgyhogy most fáj az anyai szívem. Úgyhogy, és hát mondtam, hogy a kislányom, én is ugyanezt csináltam, úgyhogy egy szavam se lehet. Meglátjuk. Csak hát nagyszerű tanárai vannak, úgyhogy hát... És mit csinál? Zongorázik ő is. Önvédelmi sport. Dzsúdózik, és ez nagyon szereti. Szenvedélyesen dzsúdózik a Zsófi. Megvárhatnád, míg eltöri a karját, és a dolgok elintéződnek maguktól ezzel a zongorával. Ő 8 éves, vagy hány éves? 12 lesz. 12? 12 lesz. Szemtelen hát, már? Picit, de nem baj. Nem, szerintem te ezeket jól bírod. Aztán majd eljön az idő, amikor tudod az én elméletem, hogy vagy igazad van, vagy gyereked van. Úgyhogy nagyon ez egy kedvenc mondásom, ezt nagyon erősen megtanultam. Készülj tőle, erre az időszakra. Minden esetre. Figyelj, és a Kodályon túl vagy, most lesz a bemutató, és egyébként meg van olyasmi, ami izgat, mert akkor azon a Kodályon már gyakorlatilag te túl vagy, ezen csak mi, mint nézők nem vagyunk. Hát lesz több rész remélhetőleg, tehát most már... Ja, hogy feldolgozzátok az életét? Persze. Na végre, azt hittem, hogy... Tehát most ugye 28 éves koráig... Oké, nincs meg se az öreg feleség, se a... Tehát majd jönne, és még kérdésedre a válasz, mert erre nem válaszoltam, ha még erről egy picit beszélhetek, hogy milyen anyagok. Egyrészt ugye a két fiú elmeséli, hogy mi van, másrészt hát valóban ez, hogy semmilyen anyag nincs, de viszont a rádióban ugye rengeteg visszaemlékezést találtam. Ja. És Kodály szöveget is úgy, hogy visszaemlékszik a saját gyerekkorára. Tehát ezekkel kombinálva van. Nem könnyű. De a hangja is megvan? Hangja is megvan, azért és egy-két használod? Helyen lehet használni, meg hát remek visszaemlékezők, és olyan nagy nevek, akik már hát zenetörténet, és hát fantasztikus, hogy Molnár Antal, aki ugye a Kerpeli, Waldbauer Kerpeli kvártetnek volt a brácsistája, akik ezen a 10-es koncerten az ősbemutató gyanánt, az első vonos négyest 100 próba után eljátszották, és erre vonatkozólag ugye Molnár Antalnak vannak szövegei, úgyhogy szerintem nagyon, nagyon, nagyon hálás ez a rádiós anyag, mert... Kati tanárnénit hívd meg, mert ez feszkó lesz, hogy ennyi meg, már meg... Igen. De most meg vagy hívva, ez teljesen természetes. Egyrészt, másrészt meg még azt feltétlenül meg akartam kérdezni, noha ennek itt nagyon súlyosan vége van már ennek a mostani beszélgetésnek, hogy akik most jelen vannak a zenei életben, azok között van neked olyan kedvenced, hogy egyszerűen csak látod alkotóként, és azt mondod, hogy hú, ezt de megcsinálnám, de fölvenném, de csinálnék portréfilmet. Tehát, hogy van, hogy inspirálódsz egy koncerten, vagy látsz valakit, és úgy szívesen megcsinálnád? Vagy nincs ilyen? Ritkán van ilyen, tehát valahogy nem nincsenek ezek igazán, nem is az, hogy nem nincsenek ilyen nagy vágyaim, hanem inkább az a jó, hogy van, hogy úgy osztanak ki például egy feladatra, hogy meg kell csinálnok valakiről valamit, és akkor nem is ismertem, és akkor az ember ugye, hát ti tudjátok a legjobban, hogy akkor neki. Nem is az, hanem meg kell ismerni, találkozni kell vele, el kell mélyedni benne. És annyira jó, zenészportrékat csinál, hogy olyan annyira csodálatos emberekkel
hoz így össze az életet, fordítva működik. Hogy nem az, hogy persze vannak olyan dolgok, hogy hú, de jó művész, jó lenne róla, de, de inkább ezért vagyok hálás, hogy, hogy nem csak a munka területén lehet valakiről valami jót csinálni, hanem aztán egy olyan emberi kapcsolat marad, és egy olyan gazdagsága, és azt kell mondanom, hogy lehet, hogy féltetek az apukámtól, de mindig azt mondta nekem, hogy talán ez volt a legnagyobb dicséret, és talán ez jó zárszó, hogy kislányom, olyan jó, hogy amikor úgy megnézem ezeket a portrékat, meg látom, hogy amit csinálsz, hogy annyi szeretet sugárzik belőle, és valóban, tehát, hogy szeretet nélkül ezeket nem lehet, és pláne egy portré, amikor az embernek nagyon kell szeretnie, szerelmesnek kell lennie, ha férfi, ha nő. Én azt mondtam magamról, hogy hivatásos rajongó vagyok. Igen, tehát, hogy ugyanez, hogy nem lehet máshogy, mert nincs értelme egyébként. Na látják, ilyen helyes ember Petrovics Eszter, akivel mostanáig beszélgettünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm. Jövő héten is lesz. Nem, jövő héten nem lesz, mert ez most heti váltásban van. Tehát a heti vizit és a heti libazsír váltogatják egymást, úgyhogy két hét múlva lesz legközelebb libazsír. Jöjjenek és nézzenek bennünket akkor is. Viszontlátásra!